Halmokban állnak a tüzelőnek való farönkök Szekszárd határától nem messze, mint ahogy egymást érik az apró hirdetéssel foglalkozó internetes oldalakon is az esztárusító hirdetések. A tűzifa ára az elmúlt években stabilan nőtt, mostanra már 25 ezer forint körül van egy köbméter. Az üzleti lehetőséget pedig a csalók is felismerték. A rendőrségre minden évben érkeznek ezzel kapcsolatos bejelentések, főként az őszi időszakban. A hatóság munkatársa szerint éppen ezért érdemes körültekintően vásárolni. Eleve gyanús lehet, ha ez az ár az általunk ismert, mondjuk tűzipen kiírt áraknál jóval alacsonyabb. Amikor tűzifát szeretnénk vásárolni, célszerű a telephelyre ellátogatni, ott megtekinteni, hogy egyáltalán milyen fát akarunk vásárolni, méterbe, hasítva, kalodázva vagy ömleszve akarjuk ezt vásárolni. A rendőrség munkatársa azt mondja, intőjel lehet az is, ha az eladó nem tud számlát adni a megvett tűzifáról, vagy ha nem hajlandó adásvételi szerződést kötni, illetve a súlyra vett fa esetén fontos, hogy a vevő legyen jelen a mérlegelésnél. Már a megállapodáskor tisztázni kell, hogy erdei köbméterbe vagy sima köbméterbe van megadva a fa ára. Az erdei köbméter esetében az egy köbméternyi tényleges tűzifát jelent, ha egy normál köbméter fát rendelünk, az pedig alig több mint fél köbméter tényleges tűzifát eredményez. Meg kell állapodnunk, hogy kemény vagy puha fát szeretnénk vásárolni. A puha fa ugyanis sokkal olcsóbb, mint a kemény, viszont a fűtőértéke rosszabb. Gyakori módszerük a csalóknak az is, hogy utólag próbálnak plusz pénzt kérni a szállításért, vagy a fel- és lerakodásért. Ezek mellett pedig érdemes már előre megállapodni arról, hogy a fizetésre csak a leszállítást követően kerül sor.